Igen, ma találkoztunk először a gyerekekkel, hála Isten, mindenki rendben van, jó állapotba érkeztek vissza, tudtak pihenni, és ez aktív és passzív pihenésből állt össze. Most ezen a héten egy rávezető jellegű feladatok várnak rájuk, felmérésekkel, sportorvosi vizsgálatokkal, és a jövő héttől már egy kicsit a labdás rész is előtérbe kerül. Siófokra fogunk menni egy hetes edzőtáborba, ott már ugye a csúcsterhelésből jövünk kifele, és az edzőtábor utolsó napján elmegyünk Debrecenbe egy 4 csapatos tornára, ahol akadémiai csapatokkal fogunk megmérkőzni, és akkor utána lesz még 2-3 hetünk, ahol ilyen heti 2 edzőmérkőzéssel tudunk ráhangolódni a bajnokságra. Jelenállás szerint MB2-ben és Serdül 1-be fogunk versenyezni. Hát igazából én azt várom, hogy egy nagyon jó alapozást tudjunk csinálni, és ugye a körülmények ne akadályozzanak minket abba, hogy egy folyamatos bajnokságba tudjunk részt venni sérülések nélkül. Hát nem kaptunk sok időt a pihenésre, de igyekeztem kihasználni azt, ami adódott. Találkoztam barátnőimmel, pihentem, és hát persze az edzéstáv sem maradt ki. Nem mondom, hogy mindig volt kedvem hozzá, de utána az az elégtétel, hogy sikerült, és túléltem, és megcsináltam. Az az érzés mindent megér. Én ettől a szezontól csak annyit várok, hogy játszhassunk meccseket, hiszen ez a múlt szezonban nagy részt kimaradt. Szóval a meccsek nagyon hiányoznak, ezeket várom, meg hogy a csapattal együtt lássak.